A nővérem Debbie hangját hallottam a telefonban, és azonnal tudtam, hogy valami rossz dolog történt, különben nem ébresztett volna fel. A hangja nagyon szomorú volt, és közölte velem, hogy Ryan súlyosan megsérült. Tízezer kilométernyi utazást követően, 24 órával később, Lindy Boom Michaelis megérkezett az egészségügyi központba, ahol szembesülnie kellett 23 éves fia összeroncsolódott testével, amely gépekre volt rákötve. Ryan a tetőn napozott. Majd rálépett a tetőablakra, és 12 métert zuhant a lépcsőházban a földszintig. Az egész sürgősségi osztály hősiesen küzdött az életéért. 20 liter vért használtak a vérátömlesztéshez, mivel folyamatosan vért veszített. Nagyapja, a legendás Pat Boone és családja a kórházban gyűlt össze, ahol együtt imádkoztak és várták a friss híreket az orvosoktól. Az egyik orvos odajött és a következőket mondta a feleségemnek, Shirleynek, Lindy édesanyjának. Tudnia kell, hogy mi mindent megteszünk, de azt is kell mondanom, hogy ilyen súlyos sérülés esetén nem valószínű, hogy valaki túléli ezt az éjszakát. Ryan mégis túlélte, de sajnos kómában volt, csak a gépek tartották életben. Mik voltak a kilátások? Volt egy leválás az agyféltekék közti összeköttetésben. Az orvosok azt mondták, hogy a legjobb esetben is csak vegetatív állapotban fog majd élni. Ekkor Ryan édesapja felállt, és a következőket mondta. Doktor úr, nagyra értékeljük, amit értünk tesznek. Önök az orvosi csapat, mi pedig a hit csapata vagyunk. Működjünk hát együtt! A Boone családot igencsak próbára tette, ami ezután következett. Az első hetekben már az is a javulás jele volt, hogy a fiatalember tudott nyelni. Biztató jel volt, hogy tudott nyelni, mi alatt kómában volt, hiszen ez arra utalt, hogy az agya működik. Minden kis jelbe belekapaszkodtunk. A hitük igencsak megpróbáltatotta, hogy teltek a hónapok. Lindy kezdett kételkedni, hogy vajon lesz-e még egyszer minden olyan, mint rég. Azon gondolkodtam, vajon fogom-e még újra hallani a fiam hangját? Vajon meg fog-e még ismerni engem? Szörnyen fájdalmas volt. Bár Lindy soha nem kérdőjelezte meg Istenbe vetett hitét, ám volt egy dolog, amit nem értett. Miért pont Ryannel történt mindez? Hiszen ő volt az, aki megalkuvás nélkül követte az Urat, annyira alárendelte magát Istennek. A történtek teljesen összezavartak. Nem tudtam, hogy mit gondoljak. Ryan volt Lindy legidősebb gyereke, aki Lindy szerint mindig is szenvedélyes hittel rendelkezett. Ryan 23 évesen végzett a Pepperdine Egyetemen, ezt követően tévés producerként kezdett dolgozni, és eljegyezte menyasszonyát. Odaszánt hívő életet élt, amellyel saját generációját kívánta az Úrhoz vezetni. És ekkor történt a baleset. Semmi előjele nem volt annak, hogy egy ilyen fájdalmas helyzeten kell majd átmennünk. Nagyon erőtlennek éreztem magam, amikor semmit sem tehettem azért, hogy Ryan magához térjen. Annyit azonban megtehettek, hogy másokat arra kértek, hogy imádkozzanak. Pat és Lindy a tévében kérték meg a nézőket, hogy imádkozzanak a fiúkért. Ryan állapota enyhe javulást kezdett mutatni. 4,5 hónap múlva már szemével követni tudta az orvosok által mutatott fényképeket, kikerült a kómából. De mivel nem tudott beszélni, nem lehetett megállapítani, mennyire sérült az értelme. Majd jött az áttörés. A szájával elkezdett szavakat formálni. Nem tudott még hangosan beszélni, de szájáról olvastuk, hogy mit mond. Például, szia mama, én pedig szeretlek. Ő pedig válaszolt. Folyamatos volt a javulás. 10 hónap múlva láttam az arcán az első mosolyt, amely fantasztikus volt. Amikor bementem a kórházba, megláttam, hogy mosolyog. Ezután minden apró változás azt jelentette nekünk, hogy Isten munkálkodik, kezdi helyre rakni a dolgokat. Tehette volna egy csettintéssel is. Azonban az Úr más utat választott. Az imák és a rokonok folyamatos támogatást adott Lindynek és családjának, hogy szembenézzenek az ismeretlennel. Enélkül elvesztették volna a reménységüket. Mindenki összefogott, és különböző időkben jöttek látogatni. Testvérem Debbie minden nap bement a kórházba, és imádkozott, dicséreteket énekelt.
Rendkívül sokat énekeltünk Ryannek. Cherry testvérem, amikor eljött meglátogatni, egy kötött takarót hozott neki ajándékba a 25. születésnapjára, amelyről azt mondta, Ryan, minden egyes szem egy ima volt, érted? 6 kórházban eltöltött év után Lindy hazavihette Ryant. A javulás lassan mutatkozott, hónapok, sőt, olykor évek múltán. Mégis minden egyes apró lépést megünnepeltek. Hangosan beszél, és elképesztő szókincse van. Ige verseket tanul. Ezek ilyen megvallások. Sokat jelentenek nekem az ige versek, amikkel imádkoztam Ryan felett, mivel szilárdan hiszek abban, hogy szavainknak teremtő ereje van. Nemrégiben Lindy egy újabb mérföldkövet örökített meg a mobiltelefonjával. Sétál a vízben. Ryan sétál a medencében. Ryan a gyógytornás segítségével 12 év után először tudott menni. Amikor Lindy elindította a felvételt, még nem tudta a nap jelentőségét. Amikor megmutattam valakinek a felvételt, akkor láttam, hogy június 19-e van. Pontosan 12 éve történt a baleset. Ez nekem egy jel volt Istentől. Lindy a Menny hallja című könyvében részletesebben elmeséli Ryan hosszadalmas felépülésének történetét. Ha ki tudtunk tartani 12 éven át, és láthattuk Isten folyamatos ima meghallgatását, amely nem egyszeri, hanem egy folyamatos esemény volt, ez talán másoknak is bátorításul szolgál. A Biblia azt mondja, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esetteket azzal a vigasztalással, amelyel Isten vigasztal minket.